Május hónapban két értékes tárgyat választottak ki a múzeum dolgozói a raktár polcairól, mint a hónap műtárgyát. Egy karikás ostort és egy kulacsot, ami valamikor a Törő Gáboré volt. A Karacs Ferenc Múzeum gyűjteményében nagyon sok a pásztorok életéhez kapcsolódó kiállított tárgy található, mivel régen a Sáréten nagyrészt földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkoztak az emberek. A nomád pásztor életnek megvoltak a hagyományos eszközei, mint például az ostor és a kulacs. Ebben a hónapban a pásztorkodással kapcsolatos, a tavasz kezdetével, a nyár elejével kapcsolatos tárgyat választottunk, méghozzá egy olyan személynek a tárgyát, aki neves itt Püspökladányba, akit emlegetnek, ha pásztorkodásról, csikósokról van szó, méghozzá Törő Gábort említeném, akinek az ostora, illetve a kulacsa a mai vagy a mostani műtárgy. Törő Gábornak több tárgya került, tehát így a gyűjtések és ajándékozások révén a múzeumban, de a legértékesebb része, amit itt szerencsére a Püspökladványi Múzeumban is látható, és meg is csodálnak a látogatók, az állandó kiállításban látható cifraszűr, hiszen ez nem csak egy cifraszűr, hanem egy egész csikós felszerelés. Törő Gábor Karcagon született, de családjával átköltöztek Püspökladányba, és itt élte le az életét. Csikósként dolgozott a Hortobágyon, és egyik megalapító tagja volt a püspökladányi Sáréti Népi Együttesnek. Törő Gábor 1915-ben született, ezt majd egy kulacs is jelzi, hiszen majd meg fogjuk nézni, hogy a kulacson is ez az évszám látható. Tehát 1915 április végén született, és egy kicsit nekem mond, tehát többet is mondhat ez a dátum, hiszen ugye április 24-e a Szent György nap, amikor ugye a pásztorok kihajtják az állatokat a legelőre, és Törő Gábor is ugye ehhez a dátumhoz közel született, akkor nem véletlen, valószínű, és a családi hagyomány is ez, hogy pásztor lett belőle, méghozzá csikós. Pásztor családban született, édesapja is Törő Imre, ő is pásztor volt. A gyermekek is ezt követték, tehát ezt vitték tovább. Itt Püspökladányban is, kint a Hortobágyon lett pásztor, illetve volt egy idő, ugye a háború időszak, amikor ő is katonaként harcolt, aztán onnan hazatérve ismét a pásztorkodással csikósként foglalkozott. Hortobágyon, Ágotapusztán. Törő Gábor neve azért is fontos itt Püspökladányban, mert ugye egyik alapítója volt a Sáréti Népi Együttesnek. Tehát azokat a hagyományokat, amiket a pásztorok magukénak tudtak, tehát ugye nem csak az volt a feladatuk, hogy őrizzék a juhokat, illetve az állatokat, a ménest, a gulyát, hanem nekik bizonyos tudással is kellett rendelkezni a környezetről, arról a területről, ahol éppen legeltettek, az időjárásról, az állatokról, a gyógyításról, és így ez nagyon fontos, tehát nagyon fontos szerepük volt, ezt vitték tovább, és hagyományozták tovább az utódokra. És ezekkel a hagyományokban, ugye a népzene, a különböző kézművesség, a faragások, a bőrrel való munka, a fa munkák, ezek mind-mind fontosak voltak, és ugye ebből adódott, hogy a Sáréti Népi Együttes alapításában is olyan személyek vettek részt, akik általában pásztorok voltak, például Borús András, így Törő Gábor is, illetve őket segítették neves kutatók, néprajzosok, népzenészek, ugye itt említhetjük akár Béres Andrást, vagy Bencéné Jutka nénit. Őseink itt a Sáréten állattenyésztéssel foglalkoztak. Mikor beköszöntött a tavasz, kihajtották az állatokat a legelőre, és késő őszig kint voltak velük. Akkoriban a csikósok vagy gulyások igen megbecsült tagjai voltak a társadalomnak. Püspökladány környéke az a Hortobágy mellett található, Hortobágy szomszédságában. Szűcs Sándor három földnek nevezte ugye ezt a területet, hiszen a nagykunság is a Sárét és a Hortobágy itt találkozik. Most ezek a területek mind-mind a természeti adottságaikból adódva, a pásztorkodása, a legeltetésre, állattartása nagyon alkalmas területek voltak, és azok a hagyományok, amelyek a kunságra, a Hortobágyra jellemzőek, azok itt megtalálhatóak, és ugyanúgy hagyományozódtak nemzedékről nemzedékre. A pásztorkodás
pásztorra az volt a jellemző. Többféle pásztor van, ugye a pásztor az egy gyűjtőfogalom, és itt külön választhatjuk a különböző állatokkal foglalkozó pásztorok csoportjait. Ugye a legnevesebb ugye a csikósok, akik a legmagasabbra tartották, legnagyobbra tartották magukat, ugye itt is a rangsorban ők álltak a legtetején, aztán jöttek a gulyások, akik a szarvasmarhákkal foglalkoztak, majd a juhászok, a juhokkal, birkákkal, és végül, tehát hogyha egy négyes csoportot nézünk, akkor a disznókkal foglalkozók a kondások voltak. A csikósoknak jellegzetes ruhájuk volt, emellett számos olyan eszközük, melyek segítették a munkát. Terelő eszközük a díszes karikás ostor volt, ezzel terelték a ménest. Az ostor nem csak terelő eszköze volt a csikósnak, hanem címeréül is szolgált, így szépségére különös gondot fordítottak, iváshoz pedig a kulacsot használták. A csikósok most jellegzetesen ugye a legfontosabb kellékeik a ruházaton kívül azok az eszközök, amelyek segítették a munkában. Ugye akár a csikósoknak, a címerüknek is mondhatjuk a karikást, az ostort, amit itt ugye a mai, vagy a mostani hónap műtárgyának is választottunk. Ez a karikás fegyver is volt, illetve terelőeszköz. A terelésben nem is az ostornak az erejét, hanem inkább a hangját használták, hiszen ennek a rövid nyerű és hosszú sudarú ostornak a végén egy csapó volt, amit ha nagyon ügyeskező pásztor vett a kezébe, ugye férfi ember, akkor hatalmasat tudott cserdíteni, csattintani a végével. Ezeket különösen itt a Hortobágyon, az Alföldön díszítették a nyelét is, és igyekeztek minél mutatósabb karikást vinni magukkal, hiszen amikor bárhol megjelentek, a ruházaton kívül ez volt az, ami elengedhetetlen volt az étkezéshez, iváshoz szükséges eszközök. Például a kulacs, amit ugye csutorának is neveztek, ez az ivásra használt ovális vagy kerek tárgy, ez ugye mindennapi használati eszközük volt, szükség volt rájuk, hiszen ugye amikor egész nap a pusztát, a legelőt járták, akkor ugye megszomjaztak, és hát a vizet és, de főleg bort és pálinkát tartottak ezek a kulacsokba. A legdíszesebbek azok a vőfélyekre, különböző ünnepi alkalmakra készültek, de mindenki igyekezett minél szebb kulacsot készíteni. A múzeumban kiállított karikásostor 1953-ban készült. Nevét a nyíl és a sudár összekötésére használt karikáról kapta. Az ostor nyele fából készült, amit maguk a pásztorok díszítettek. Az ostor, a karikás, aminek az elnevezése onnan jött, hogy a nyelet és a sudár részét, azt ugye két részt úgy kötötték össze, hogy vagy egy karikával, tehát ami részből vagy fémből volt, ez főleg a Dunántúlon is, illetve itt a Hortobágyon főként bőrrel oldották meg. Tehát ebből jön mégis a karikás elnevezés. A nyél az, ami fából készült, és ezt díszítették a pásztorok, vagy pedig megkértek egy ügyeskező mester, férfit, hogy ezt nekik végezze el. Ugye itt látható Törő Gábor név, illetve hogy mikor készítették, és mikor használta, 1953-tól. A nyílnek a díszítése a pillangókkal, illetve sallangokkal történt, ez bőrből készült, illetve egy nagyon érdekes része van, amit a kézre ez is erősítettek, ezt a bőrrészt, ez nem minden viselethez, nem minden karikáshoz tartozott, inkább a hortobágyi részen. Az ostor sudár része bőrből készült, a bőrfonatokba kötelet vagy kendert tettek a szígyártó mesterek, az ostor végén volt a csapó, ami a hangot adta. A nagyobbik része, ugye a hosszabb része az ostornak, ennek a karikásnak, az pedig a sudár része, aminek a végén van a csapó. Ugye a felső része, ugye nyaklónak is nevezték, illetve
ez a fonott rész, amiben egy kötél vagy kender szál húzódott. Ennek a befonása volt egy nehéz feladat, illetve ez különböző képen folyt. 4, 6, illetve 8 volt az a bőrszál, amiből fonták, de a legügyesebb, legszebb fonások több 14-16 szálból is készülhettek, és amikor ugye ez elfogyott, akkor hozzá egy bőr, tehát egyszerű bőrt csatlakoztattak, illetve attól függ, hogy milyen erősre szerették volna. Majd, ami igazából a hangot adta, az volt a csapó. Ezt kenderből, illetve leginkább lószőrből, tehénszőrből is készíthették. A másik kiállított tárgy a kulacs. Faesztergályos vagy kulacsfaragó készítette fából. Belül tartósítás véget viasszal öntötték ki, bőrrel és festéssel díszítették, benne pedig a legtöbbször bort vagy pálinkát tartottak. A kulacs, ami szintén Törő Gábori volt, erről tanúskodnak azok a minták, amik a T és a G monogramot, illetve az 1915-ös évszámot mutatják. Ugye a kulacs, illetve csutora, ahogy a Dunántúlon nevezték, az nagyon fontos eszköze volt, szerszáma volt, viseletnek egy darabja volt a pásztoroknak. Ugye tárolásra szolgált, illetve amit itt látunk, nagyon szépen díszített, ami arra utal, hogy akár egy ünnepségen, vagy vőféjként hordta valaki, vagy lakodalomban. Részei, ugye legfelül volt ugye ennek a szája, illetve ezt a dugóval lehetett lezárni. Ennek nagyon fontos volt, hogy hozzá legyen kötve a testéhez. Ugye volt az ovális vagy kör alakúra formált része, ami ugye a tartó rész, amiben bele tehették az italt, és ezt pedig díszítették bőrrel. Nagyon fontos volt a válszíj és a díszítés hasonlóan, mint ahogy az ostornál is, lehet ez szegecsekkel, szironyozással, sallangokkal, különböző berakásokkal díszíteni, illetve ha fa alapja volt a kulacsnak, akkor azt is színezhették, festhették. Manapság már mindkét tárgyal csak a vásárokban vagy hagyományőrző napokon találkozhatunk, de Ferenci Nécsáki Anna Mária elmondta, sokszor tartanak ők is olyan foglalkozásokat, ahol a pásztor élettel és annak eszközeivel ismerkedhetnek meg a gyerekek, a látogatók. Igen, a pásztorok viselték, ma már ugye hagyományőrző napokon, például egy püspökladányban, Ádudvaron, a Hortobágyon megtaláljuk, illetve ha nem is kell messzire menni, hiszen itt püspökladányban is a népi együttesek, a néptánccsoportok mind-mind ezeket a viseleteket ma is használják, és igyekeznek, amikor fellépés van, vagy megjelennek, akkor ezeket magukra ölteni. Tehát akár a szűrt, akár a felső ruházatot, tehát inget, gatyát, a karikást, a kalapot, azt mind-mind viselik. A ruházat és az eszközök használatát mi is próbáljuk megismertetni a gyerekekkel, több órát, múzeumi órát, foglalkozást, eseményt pont ezért szervezünk, hogy a pásztorkodást, az összes eszközt, amit használtak, kézbe foghassák, magukra vehessék, ki is próbálhassák. Ugye itt most a központi eszközünk az a karikás. A karikást nagy szeretettel fogják kezükbe a gyerekek, sőt, ma már többször is előfordult, hogy magukkal hozták a saját karikásukat, és szívesen mutatják, használják. Ez nagy örömmel tölt el minket, hiszen ezt szeretnénk elérni, hogy azokat az eszközöket, amik itt nálunk találhatók a múzeumban is, és régen is használták, és a Sárétre jellemző, azok megmaradjanak és tovább éljenek.
A május hónap műtárgyai tehát Törő Gábor karikás ostora és kulacsa, de aki ellátogat a Ladányi Múzeumba, az nem csak ezt a két darabot tekintheti meg, hanem az állandó kiállítás részeként bepillanthat a Sárét régi életébe, és megismerheti az elődeink által használt mindennapos tárgyakat.